Egyre több hátrányos helyzetű család keresi fel a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Erdély szerte 26 bentlakóházban 1800 gyereket nevelnek családi típusú otthonokban. Munkájukat nagyon sok önkéntes is segíti, mégis előfordul, hogy vissza kell utasítsanak jelentkezőket. A gyerekek vezetnek be a lakásba, ahol Kinga és férje 10 gyereket nevel. Most csak 3-an vannak itt, a többiek hazamentek vagy táboroznak a nyári periódusban. A nevelők mindketten a Dévai otthonban nőttek fel, majd tanulmányaik befejezése után úgy döntöttek, itt maradnak. Olyan vagyunk, mint egy nagy család igazából. Ugye régebben voltak azért családok, ahol 5-6 gyerek volt, most például ugye én a két saját gyerekemmel vagyok itt, meg a férjemmel, és hát annyi, hogy még pluszban van 8 lányunk, és igazából úgy élünk, mint egy normális család. A Dévai Magyarok Nagyasszonya kollégiumban 16 családnál 158 gyerek lakik, közülük 56 államilag kihelyezett. Palkó Cecília igazgatónő vezet végig az intézmény 3 épületében. A folyósókon az alapítvány házaiban készült képeket mutatja. És itt van ez a terem, ahova kiállítjuk a gyerekeknek a kézimunkáit, amiből ők, ha árulnak, akkor mehetnek cukrászdába vagy moziba. Palkó Cecília híradónknak elmondta, hogy a kormánytól kapott támogatás lehetne nagyobb, de meg vannak elégedve a gyámhatósággal való együttműködéssel, de a legnagyobb segítséget az önkéntesek jelentik. Az egész ország területén 250 alkalmazott van, viszont nagyon sok az önkéntes. Tehát nekünk nagyon nagy szerencsénk van ilyen szinten. Nagyon sokan jönnek segíteni, egy hétre, két hétre, egy hónapra folyamatosan van, aki jön, és azt mondja, hogy ad néhány percet az életéből csak azért, hogy a gyerekeken segítsen. Az államilag kihelyezett gyerekek után járó támogatás mellett az otthonokat pályázatokból, magánszemélyektől kapott és egyházi támogatásokból tartják fent.